Én is köszöntök mindenkit, és akkor, hogyha nem haragszanak, akkor ülve folytatjuk a beszélgetést, mert téma az van bőven. Ramondó vagyok, hogy kicsit bontsuk ketté, lesz egy kis múltba tekintés és egy kis jövőbe tekintés is. Nagyjából 3-4 óra lesz a beszélgetés terveink szerint, és akkor utána lehetőség nyílik kérdések feltevésére is. Augusztus 20-a mi az mozgalom történetében is egy fontos dátum, ugyanis emlékezzünk rá, hogy 4 évvel ezelőtt a fővárosi Városligetben volt a budapesti zászlóbontó. Én azt hiszem, hogy akkor még nem gondoltuk sokan, hogy milyen 4 év vár ránk. Abban biztosak voltunk, hogy nagyon kemény lesz és sok küzdelem vár ránk, de bár én tudom, hogy ez egy nagyon tág kérdés, de mégis így nagy vonalakban arra kérlek téged, hogy az elmúlt 4 év, hogy akkor milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned, a jövőre nézve ezeket fecskés értékelt. Először is nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ott nem visszhangzik nagyon? Mennyire hallottok minket? Lehet érteni, mert itt nagyon visszhangzik, de a lényeg, hogy ti, hogy önök halljanak minket. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennem? Az igazság az, hogy én nem úgy tervezem a politikát és a politikai útunkat, mint ahogy sokan mások. Láttam ilyen politikusokat közelről, akik ilyen tervgazdaságszerűen megtervezték, mint egy 5 éves tervet, hogy most akkor nem tudom, hova akarnak eljutni a politikai pártjukkal. Én nem így gondolkodom. Volt egy adott helyzet, mindenki emlékszik a 2018-as évre. Valakinek az elejtett zászlót föl kellett venni, és menni kellett tovább. És hogyha akkor mi nem döntünk így 2018-ban, akkor most egy olyan országgyűlés lenne Magyarországon, ahol két opció lenne, az egyik ugye a Fidesz, a másik pedig ez az Egyesült Balliberális Oldal. 2018-ban elmondtuk, és 2018 tavaszán is tulajdonképpen előre láttuk azt, hogy a Jobbiknak nincs jövője. Tehát a Jobbik, mint nemzeti párt megszűnt létezni 2018-ban. Nincs harmadik út, és nem csak a Jobbikról volt szó természetesen, hanem arról, hogy az a történelmi harmadik utasság, amit nagyon sokan képviseltek előttünk, tehát Szabó Dezső már ezt képviselte, vagy ugye Csurka István, aki egy ilyen ikonikus alakja volt szintén a harmadik utasságnak, éppen ma van egyébként az évfordulója, ugye Csurka István híres dolgozatának, a Néhány gondolat című dolgozatnak 1992-ben fogalmazta meg, közel 100 oldalas írás, ugye óriási változott azóta a világ, ma Facebook bejegyzéseket talán elolvastak az emberek, most én 98 oldalban fogalmaznám meg a politikai arcpolitikánkat, valószínűleg senki nem olvasná el, videókat még megnéznek talán az emberek, de ilyen írásműveket nem, de az az írás is, hogyha azt valaki mégis elolvassa, aki még 2022-ben is szeretne ilyen hosszú politikai írásokat elolvasni, az éppen arról szólt, 1992-ben is, hogy milyen óriási szükség van arra, gondolatra, hogy se nem jobb, se nem bal. Ugye ők akkor úgy mondták, hogy se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar. Én ugyanezt tudom mondani, hogy se nem jobb, se nem bal, mert hogyha ránézünk a mai politikai térképre, palettára, akkor azt látjuk, hogy a magát jobb oldalának nevező Fidesz, és a magát bal oldalának, vagy bal liberálisnak nevező konglomerátum, az tulajdonképpen semmilyen módon nem hasonlít az eredeti politológiai megfogalmazás szerinti jobb oldalra és bal oldalra. Tehát annak már semmilyen elemével nem rendelkezik sem a Fidesz, sem pedig ez az úgynevezett balliberális oldal. Mind a kettőt kizárólag a pénz és egyfajta érdek szövetség tartja össze. Ez igaz a Fideszre is, és igaz erre a balliberális oldalra is, aminek ugye ma már része a névleg még létező Jobbik, amely ma már nem tudom, talán 3-4%-ra mérik most a közvélemény kutató cégek, tehát effektíve még létezik, de már nem tudna bejutni a parlamentben. Miközben a Mi Hazánk mozgalom 6%-os eredménnyel bekerült ugye a parlamentbe, és most azóta 9-10%-ra mérnek minket. Miközben teszem hozzá, valljuk be őszintén, hogy még nem tettünk olyan sokat a választások óta eltelt időszakban, hogy már 10%-os párt legyünk. Hát, ha ebből indulok ki, és tudva azt, hogy mi van például a fejemben, hogy milyen rakétákat, turbinákat tudunk majd begyújtani mondjuk ősztől, és hogy egyébként milyen tragikus
gazdasági, politikai helyzet lesz Magyarországon és a nagyvilágban, akkor a Mi Hazánk mozgalomnak, ahogy 2018-ban egyébként azt megfogalmaztam néhányszor, a kormányzásig el kell jutnia. Méghozzá éveken belül. Én 2018-ban tehát, amit kérdeztél, akkor én azt gondoltam, hogy két lehetőség van. Vagy semmi nem lesz ebből a mozgalomból, tehát nem jut be a parlamentbe sem, ha viszont bejut, ha valami lesz belőle, akkor mi fogjuk Magyarországot kormányozni. És most úgy tűnik, hogy abban az irányba haladunk. Így van, és hála Istennek a Mi Hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe, megütötte a fülemet itt egy gondolatot, hogy miféle rakétái vannak a Mi Hazánk mozgalomnak, Toroczkai Lászlónak, és ez már a jövőbe tekintés része. Ugye ez nem olyan humoros sajnos, mert tudjuk, hogy milyen nehéz idők várnak a magyar emberekre, a dolgozó magyarokra, és azt hiszem, hogy itt a jelenlévők, a homorúdiak is elsősorban arra kíváncsiak, hogy a Mi Hazánk mozgalom mit szeretne tenni az érdekükben. Itt elhangzott az ősz, ugye ez ma már egy bejáratott fogalom, a politikai értelem, hogy forró lesz az ősz, de most valóban úgy tűnik, hogy az lesz. Hogyan készül erre a Mi Hazánk mozgalom? Hát ugye kezdjük azzal, hogy az államkassa üres. Tehát senki nem tudna most csodát tenni, hogyha holnap átvenné a kormányzást. Tehát jelenleg az államkassa totálisan üres. Ennek nagyon sok oka van. Fő oka, hogy röviden össze akarok foglalni, akkor az elmúlt 30 év elhibázott gazdaságpolitikája. Az elmúlt 30 évben teljesen ugyanaz volt a gazdaságpolitika alapja, mindegy, hogy balliberális kormány volt, vagy fideszes kormány volt. Más még nem volt. Tehát csak ez a két oldal kormányzott Magyarországon. Ugyanis a Fidesz kimondottan is az MDFS örökséget, tehát az antali örökséget vitte tovább. Szellemi politikai elődjének tekinti Orbán Viktor Antal Józseféket. Tehát van egyszer az az oldal, egyfajta jogfolytonos, ez az oldal, és van egy másik, az úgynevezett balliberális oldal, amely már a 80-as évek kádári kommunizmusa óta jogfolytonos, független attól, hogy persze különböző, nem tudom, formát öltött, és különböző neveken futott, de ettől függetlenül ez a két politikai oldal kormányozza Magyarországot hosszú évtizedek óta. És tulajdonképpen amióta az IMF hálójába bevitték Magyarországot, ugye nem véletlenül szembesítettem azzal a múltkor a parlamentben, volt is ugye irgalmatlan nagy üvöltözés, amikor ugye szembesítettem a balliberális oldalt azzal, hogy egyrészt ebben a parlamentben most mindenkinek joga van kiabálni, mindenkinek joga van elmondani, hogy óriási a baj, hogy ég a ház, mert erről majd egy pár mondatot azért mondok, hogy mi a baj és hogy arra milyen megoldást kellene nekünk találni, de kicsit halkabban kiabáljon az a balliberális oldal, aki ugyanúgy hibás ebben a helyzetben, ezzel a helyzettel kapcsolatban, mint a Fidesz. Hiszen, ahogy elmondtam nekik, az nagyon szép, hogy most minden felszólásukban kitérnek az áfa csökkentésére, csak aztán mondják el, hogy éppen a Gyurcsány kormány volt az, amely 20-ról, már az is magas volt, de 20-ról 25-re emelte, és aztán 2012-ben a Fidesz 25-ről 27-re. Na de aki 25-re emelte, az ne kiabáljon, hogy magas az áfa, hanem kiabáljunk mi. A harmadik oldal, akik, ha úgy tetszik, szüzek vagyunk, tehát mi nem kormányoztunk, nekünk nincs felelősségünk abban, hogy Magyarország ide jutott, nincs felelősségünk abban, hogy ilyen magas az áfa, ellentétben a bal oldallal, vagy bal liberális oldallal, de még egyszer hadd tegyem hozzá, nincs ilyen, hogy bal oldal, nincs ilyen, hogy jobb oldal ma már Magyarországon. Ezért mondom Csurka István után azt, hogy se nem jobb, se nem bal ez a Mi Hazánk mozgalom, mert ennek már tényleg nincsen semmi értelme. Talán, ha valamilyen kategóriát kéne felállítani, akkor maximum azt lehet mondani, hogy van a globalista oldal, és van mindig a nemzeti oldal. Tehát nemzeti érzelmi politikusok azok nem pártok szerint ülnek a Mi Hazánkat kivéve, hanem hát nagyon sokat nem is látok most jelenleg a parlamentben. Egy nemzeti politikusnak minden egyes felszólalása kapcsán beszélnie kellene, például a világgazdasági fórumról. Beszélnie kellene arról, hogy a világgazdaság túlnyomó többségét a kezében tartó gazdasági körök, azok éppen mit akarnak? Mert hogy tőlük függ a mi sorsunk, tőlük függ a mi gazdasági helyzetünk. Aki nem beszél erről, az globalista. Tehát az vagy hülye,
tudatlan, mert egyébként ilyenek is ülnek a parlamentben szép számmal. Ezt azért a felszólalásaimnál szoktam tapasztalni, hogy tényleg sokan érdeklődően néznek rám a fideszes padcsolóból jellemzően. Érdeklődve néznek rám. Volt, hogy odajött a folyosón és megkérdezte, hogy tényleg hogy van ez? Tényleg nincsenek képben alapvető olyan igazságokról, aminek azt gondolom, hogy ha valaki nincs a birtokában, akkor annak semmi keresni valója a parlamentben. És én még emlékszem arra fiatal koromból, gyerekkorom óta érdekel a politika, érdeklődtem a politika iránt. Zenei aláfestés, ezt le tudjuk venni, mert így is visszhangzunk, de oké. Jó, köszönjük szépen. Jó volt egyébként, csak miattatok mondom, hogy halljatok minket. Szóval emlékszem arra, hogy fiatalon gyerekkoromban, amikor baromira táborról szemléltem a politikát, akkor olvastam sok mindenről, olyan fenyegető veszélyekről. Nyilván érdekelte az éghajlatváltozás témája, a klímaváltozás, hogy mi az igazság ebből, mi nem igaz belőle. Érdekelt a demográfia, már gyerekkorom a 80-as években már láttuk, hogy demográfiai katasztrófa felé halad Magyarország. És mindig valahol próbáltam azzal nyugtatni magam, hogy ugyan látok egy csomó fenyegető tragédiát, fenyegető veszélyt, de hát bölcs emberek kezében van a haza sorsa, és hát valahogy azért megvédenek minket természeti katasztrófák ellen, gazdasági összeomlás ellen, energiaválság ellen, üzemanyagválság ellen, élelmiszerválság ellen, demográfiai összeomlás ellen. Csak megvédenek minket, hát azért van a haza sorsa a bölcs vezetők kezében. És amióta ott ülök, meg amióta már ugye egyre közelebb kerültem a politika első vonalához, azóta látom azt, hogy óriási a baj. Tehát olyan emberek ülnek a parlamentben, olyan emberek kezében van a haza sorsa a mostani vészszeres időkben, akik egyrészt tudatlanok, másrészt érdektelenek, tehát nem is igaz, nem is érdekli őket, hogy mi lesz a haza sorsa, mi lesz a magyarokkal, és úgy sodródnak az eseményekkel. Én ezt látom. Egyébként a kormányra is igaz. Itt ad hoc kormányzás zajlik. Tehát nem tudom, hogy figyeltétek az elmúlt heteket, hogy 11 órakor bejelentenek valamit, mondjuk egy nagyon súlyos intézkedés, például az üzemanyag sapkával kapcsolatban, és délben már életbe is léptetik, úgy, hogy az ember mondjuk eljött egy árus a Magyar-szigetre, pont a Magyar-sziget fesztivál idején volt az ásotthalmon, és mondta, hogy amit ő kiszámított üzemanyagot, abból a pénzből, ami még a zsebében van, már nem tud hazamenni. Mert közben annyival drágább lett számára az üzemanyag, mert egy céges autóval jött, árus volt. Tehát így nem lehet kormányozni, így nem lehet játszani az emberekkel. Ez egy ad-hoc kormányzás. Sodródnak az eseményekkel. És éppen azon gondolkodtam az elmúlt napok folyamán, hogy milyen nagy munka vár ránk, mi hazánkosokra. Ugyanis nekünk most alkotnunk kell egy koncepciót, alkotnunk kell egy jövőképet, amely az összes előfelsorolt problémára, és arra egyébként, hogy teljesen üres az államkassa, meg arra, hogy egyébként az a demográfiai katasztrófa, amit a 80-as években sokan már láttak és előre megjövendőltek, az már a bekövetkezett. Az soványig az, hogy nem csak a magyarokat sújtja, hanem egész Európát, sőt tovább megyek az egész északi civilizációt sújtja, de nekünk valamilyen választ kell erre adnunk. Ez a felelősségünk. Valahol 2018-ban, ugye ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy valahol én azért egy ilyen nagyon fura, ilyen ambivalens érzések dúltak bennem, mert valahol én menekültem volna ettől. De 2018-ban is tudtam, hogy ha ez egy sikertörténet lesz az a Mi Hazánk mozgalom, tehát bekerül a parlamentbe és tovább erősödik, akkor mi vár rám? Mi vár ránk, akik ebben a mozgalomban vagyunk? Óriási a felelősségünk. Óriási, és nagyon nehéz a feladat. De innentől kezdve, hogy úgy döntöttek a magyarok, hogy szükség van ránk az országgyűlésben, és nekem le kellett mondanom az ásotthalmi polgármesterségről, most már erre fókuszálok, ez a feladatunk. Tehát Magyarországot kell megmenteni, és ehhez egy olyan óriási, hatalmas jövőképet adó koncepciót kell most összeállítanunk, amit én szeretném bevonni a magyar társadalomnak a gondolkodni képes, értelmes tagjait, mert hogy akik a parlamentben ülnek, és jelenleg akik kormányon vannak, erre nem lesznek képesek, hogy ilyen koncepciót alkossanak, de akkor sem, ha akarnának, de láthatóan nem akarnak, az egészen biztos. Tehát valószínűleg
egy olyan társadalmi, össztársadalmi gondolkodásba kell kezdenünk, olyan műhely munkába, ami nagyon régen volt Magyarországon. Nem is tudom, hogy párt egyáltalán valaha belefogott-e ilyesmiben. Nekünk egy olyan teljes komplex jövőképet kell adnunk a magyarságnak. Tehát a vidéket hogyan tudjuk megtartani, hogyan tudunk élelmiszert tenni 10 év múlva is az emberek asztalára, és itt nagyon sok kérdésre választ kell adni. Tegnap beszélgettem az Ásotthalmi falunapon a testvértelepülésünk a Délvidéki Királyhalom polgármesterével, mezőgazdasággal foglalkozik nagyon régóta, Katona Robi barátom, és éppen mondta, hogy Délvidéken azok a magyarok maradtak most már, akik vagy függenek a magyarországi állami támogatásoktól, és vagy mezőgazdaságból élnek. Tehát ők maradtak, ugye tudjuk, hogy Délvidéken szinte kiürült a magyarság az elmúlt évek, évtizedek során, ugye most is nagyon közel vagyunk a déli trianoni határoz, Gúnyatárhoz, és most éppen azt mondta nekem, hogy ez az óriási asszály, hogy ugye egyre szélsőségesebb az időjárás, lecsökkent a talajvíz, ennek ezernyi oka van, rengeteg oka van. Ez sajnos most számos délvidéken, és ha délvidéken ez van, akkor az Alföldön nagyon sok helyen ez van, mezőgazdaságban élő embernek az utolsó kegyelem döfés lesz, és most már keresik sokan a lehetőségeket, hogy mivel foglalkozzanak a jövőben, mert a mezőgazdaságból nem fognak tudni megélni, mert nem kiszámítható számukra. És amikor ilyen helyzet van, amikor tömegesen a magyarok a megtartó erőtől, a földtől kénytelenek lesznek elfordulni, mert mondjuk a hosszú asszályokat nem tudják túlélni, akkor itt van egy olyan kormány, amely 12 éve kétharmaddal kormányoz, számos terv ott van az asztalán arról, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodást például az Alföldön megoldani, és egész Magyarországon hogyan lehet egy kiszámítható, biztos talajra helyezni a mezőgazdaságot, és semmit nem tett az elmúlt 12 évben, de semmit ezen a téren. És éppen ezért mondom azt, hogy ha az elmúlt 12 évben, amikor lett volna pénze a kormánynak erre, mert rengeteg uniós forrás is érkezett Magyarországra, ami elment haszontalan beruházásokra, meg persze nyilván ellopták egy részét, ha nem tette meg, akkor most mit fog tenni? Mit várunk attól a kormánytól, akkor most már nincs pénz? Mégis várjuk, homokba dugva a fejünket, várjuk a kipusztulásunkat? Várjuk azt, hogy az utolsó délvidéki magyar is elhagyja például a délvidéket, mert itt vagyunk a délvidéken. Hagyjuk, hogy az utolsó magyar is eljöjjön, mert még eddig legalább a föld ott tartotta. Hát ez a felelősség ránk hárul, ez a mi munkánk, ez a mi óriási feladatunk lesz, hogy alkossunk erre egy koncepciót. Nézzük meg, hogy miből tudunk pénzt teremteni arra, hogy a vízgazdálkodást megoldjuk Magyarországon. Ha szeretnénk azt, hogy 10 év múlva is biztosan legyen magyar élelmiszer. Márpedig ezek ilyen alapkérdések. Ezek alapvető kérdések, mint ahogy az energiabiztonság is alapvető kérdés. És itt legalább egyetlen egy olyan pozitívumot tudok említeni, ami nem a mi hazánkhoz kötődik, hogy lássátok, hogy nem vagyok pártsoviniszta, hogy ott volt például a PAS 2. Hogy mára kiderült, hogy kell. Tehát nem tudunk megvenni atomenergia nélkül. Azt, amit nekünk mondtak itt az Unióban szélső liberálisok 20 éve, hogy át kell térni a szélerőművekre, meg a naperőművekre, az nem tudja konstans energiát, nem tud termelni, az nem tudja hosszú távon biztosítani egy ország, egy nemzet létezését, egy gazdaság működését. És ezért mi nagyon sok támadást, én személy szerint sok támadást kaptam, meg sok vitánk volt a mi hazánkon belül, hogy ugye mi nem mentünk szembe a Paks 2-vel, mert az valójában arról szól, hogy megmarad a Paksi atomerőmű, vagy bezárjuk. A világ egyik legbiztonságosabb atomerőműve egyébként. Szükség van rá, de erről sem szól jelenleg a parlamentben a vita, nem erről szól a vita, hülyeségekről szól. Meg áfa csökkentésről beszélnek azok, akik 25%-ra emelték az áfát. Tehát magyarul, hogyha a mi hazánk mozgalom nem tud egy ilyen széles társadalmi bevonással, összefogással, egy ilyen jövőképet adó koncepcióval előállni, akkor szerintem Magyarországnak megpecsételődött a sorsa, és a magyarságnak is az elszakított területeken. Tehát ez azért egy elég komoly feladat szerintem, de nekünk ezt most meg kell tennünk. Úgyhogy erre készülök én személy szerint ősztől, hogy elkezdjük ezt megalkotni. Más kérdés, hogy tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen jövőképet tudunk adni a magyarságnak, akkor nem, hogy kormányozni fogunk, hanem az eddig elvándorolt magyarok is haza fognak jönni. Mert például nekünk már a Virada programban is lefektetett céljaink voltak, amely most ugye vidéken vagyunk, nem véletlenül. Ugye lehetett volna Budapesten is a mi hazánk mozgalom által
úgymond megtámogatott rendezvényt összehozni. Mi direkt ide akartunk jönni, ahol mi az Ákos polgármester van, Komorúdra, hogy ezzel is üzenjük, hogy nem kell olyan vízfejű párt, mint amelyek eddig voltak. Olyan urbánus pártok, amelyek Budapest határain kívül nem láttak. Számunkra Budapest, a főváros is fontos, és a vidék is. Mert a kettő együtt tud csak működni, a megtartó erő az pedig itt van vidéken. Úgyhogy készülünk egy ilyen programalkotásra, ami forradalmi lesz. Ez egy nagyon fontos gondolat volt szerintem is, tehát meggyőződésem, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelynek népi alapjai vannak, és ez egy megkerülhetetlenül fontos tényező. Hát önmagában szerintem egy külön beszélgetést érne, amit mondtál itt, hogy milyen képviselők vannak a parlamentben, hogy alapvető dolgokkal nincsenek tisztában, és ez rávilágít arra, illetőleg az is, amit kifejtettél, hogy egy hatalmas nagy társadalmi munkára van szükség, hogy nem önmagában csak egy szimpla kormányváltás már a cél, hanem egy teljesen új alapokat kell egy rendszernek letenni, és a Fidesz kormány gulasztásairól, hovatalában bűneiről itt szó esett, egy érintőleges gondolatot szeretnék itt közbeszúrni, és az őszre reflektálva megint, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy ezt a társadalmi elégedetlenséget azt ne tudja a globalista, balliberális oldal becsatornázni, mert tudjuk, hogy az ő szándékaik ugye nem tiszták. Hogyan is szállatnának szembe az általad is disznófejű nagyuraknak nevezett figurákkal azok, akiknek pont ők a gazdái. Tehát azért erre is rá kell mutatni, hogy ez ebből a szempontból is egy életbevágó, a fontos kérdés, hogy ezt az elégedetlenséget ne tudja becsatornázni a globalista baloldal, illetőleg, hogy nekünk nem az a célunk, hogy ezt becsatornázunk, mi segíteni szeretnénk a magyar embereket, tehát ez fontos hangsúlyozni. Igen, ugye az a balliberális oldal, amiről most beszélünk, az a felforgatásban érdekelt. Tehát ők a történelem által, a történelemből már nagyon jól ismert, számtalanszor megtapasztalt felforgatók. Tehát ők voltak a francia forradalomnál, ők voltak azok, akik mondjuk a tanácsköztársaság idején aktivizálták magukat, Kun Béláék körül aktivizálták, Károlyi nemzetrontó kormánya idején aktivizálták magukat. Ezeknek a felforgató erőknek teljesen mindegy, hogy a magyarságnak éppen milyen a helyzete. Jó vagy rossz, őket ez nem érdekli. Őket egyetlen egy dolog érdekli, az, hogy itt az újabb lehetőség egy felforgatása, és amikor felforgatják a társadalmat, annak a végén mindig valami szörnyűséges, ilyen disznófejű nagyurak által uralt rendszert szoktunk kapni. Na ezért volt az, hogy mi levonultunk a Margit hídról, amikor ugye a civilek elfoglalták a Margit hidat. Ugye én azt számtalan alkalommal bemutattam, videó is készült róla, hogy két óriási problémám is volt azzal, amit ott láttam. Az egyik az, hogy azok a futárok, akik elkezdték a hídlezárásokat, a mostani budapesti tüntetéseket, azok a futárok egyrésztről maximálisan érthető okokból mentek ki tüntetni, tehát a Mi Hazánk mozgalomnak támogatni kell őket. Ők magyar dolgozók, tehát ez nem kérdés. Éppen egyébként Lantos Jánosnak is köszönhető az, hogy még a balliberális politológusok és elemzők is kiemelték, hogy itt igazi, klasszikus, tehát még egyszer mondom, a klasszikus, vagy most már inkább ilyen aratikus, vagy hagyományos baloldali politikája, üzenete csak a Mi Hazánk mozgalomnak volt az elmúlt években. Ugye kiemelték azt, hogy szakszervezetekkel csak mi ápolunk kapcsolatokat, csak mi próbálunk a szakszervezetekkel foglalkozni. Többek között Lantos Jánosnak, Vidó Attilának, aki ugye a tűzoltók szakszervezetének alelnöke, nekünk ugye Mi Hazánkos gyulai jelöltünk. Tehát rajtatok keresztül van élő kapcsolatunk például a szakszervezetekkel, és nekünk volt igazi komoly majálisunk is. Tehát minden klasszikus, régi, baloldali üzenet, ez nem feltétlenül tudatos egyébként, de a magyar dolgozókat mi képviseljük. Tehát ha úgy tetszik, akkor mi vagyunk a dolgozók pártja, és semmiképpen nem ezek a balliberális pártok, akik mögött a leggazdagabb oligarchák és disznófejű nagyurak állnak. Tehát ha ők kimennek egy ilyen tüntetésre, ugye klasszikusan szélső liberális pártnak számít a Momentum. Tehát a Momentum például az, akiket nem tudjuk, hogy hoztak létre. Tehát a Mi Hazánk mozgalom az látható. Ásotthalmon, nagy nyilvánosságon keresztül hívtam azokat a magyarokat, benneteket részben, akik ma is itt vagytok,
hogy jöjjetek és nézzük meg, hogy van-e még annyi erő a magyarságban, hogy elindítsunk egy ilyen politikai mozgalmat. Ugye így született a Mi Hazánk mozgalom, transzparens, látható módon, ott álltunk 1000-en, vagy 2000-en, nem tudom, ott álltunk a pusztán, és létrehoztuk ezt a mozgalmat. A Momentumnál hol volt ez az esemény? Látta-e valaki azt a 2000 embert, aki a Momentumot megalapította? Nem. Mert egy nagyon szűk kör Párizsban hozta létre, nem Magyarország hozták létre. Egyébként Fekete Győr András az első elnök, csak annyira tehetségtelen volt, annyira hülye volt, hogy ugye le kellett váltani, de ugye őt találták ki. Tehát ő egy kitalált vezető volt. Nem arról szólt, hogy beállt 1000 ember egy ember mögé, hanem őt kitalálták. És most jön ez az emberke, aki ugye, ez a párt, akinek az alapítását azért Párizsban egyébként, mert nem franciák döntötték el, hanem a Rothschild bankház. Ugye a Rothschild bankházban dolgozott többek között Emmanuel Macron, Franciaország elnöke. Így aztán nem véletlen, hogy a Momentum megalakulása pillanata után senki által nem ismert 8 külföldi állampolgárságú egyetemist, mint Berg Dániel, egy amerikai állampolgárságú zsidó fiatalember, ő volt az egyik alapítója, Fekete Győr András, aki Párizsban élt, tehát Franciaországban élt, ők alapították, Cseh Katalin, aki Kanadában élt, ők alapították Párizsban a, szoktam mondani, hogy ugye ezt angolul szoktam mondani, hogy a finanszírozva a Rothschild bankház által hozták létre ezt a pártot. Na most ez a párt megjelenik a kisemmizett, agyonadóztatott, halálra dolgoztatott magyar dolgozók mellett a Margit hídon. Mi keresnivalója van azoknak, akiket külföldön pont azok a pénzügyi körök hoztak létre, akik kizsigerelik a dolgozókat? Mekkora átverés ez már megint? Hogy átverik a magyar társadalmat? És akkor azt láttuk, hogy először még elzavarták őket egyébként a tüntetők, tehát a Kossuth téren még elzavarták őket. A Margit hídon már sokan voltak a Momentumosok, már visszajöttek 25-en, akkor már nem tudták őket elzavarni, és átvették a mikrofont. Tehát ez volt az egyik oka, hogy mi kivonultunk, és ugye inkább minden megyeszékhelyen külön, Mi Hazánkos, jól látható zászlókkal, tehát nem trükközünk, nem hazudunk, nem szélhámoskodunk, hanem a Mi Hazánk mozgalom hirdette meg a tüntetéseket. Aki ezzel egyetért, az ott volt velünk együtt, de nem telepettünk rá civilek tüntetésére, mert azt mondjuk, hogy ezeknek a civileknek igazuk van. Igazuk van, és nem azért van igazuk, mert egyébként mondjuk a katás vállalkozással senki nem élt volna vissza, mert pontosan tudjuk, hogy igen, sokan adóelkerülésre használták, ezt is mondjuk ki őszintén. Csak hogy rengeteg magyar azért kényszerült erre, mert hogyha egyébként azokkal az adóterhekkel, olyan adózási környezetben, amit kialakítottak az elmúlt 30 évben a balliberálisok és a Fidesz, kellene megállni a lábán, akkor azonnal csődbe menne. Mert esélye sincsen nagyon sok magyar kényszervállalkozónak talpon maradni. Ezt is mondjuk őszintén. És örültek, hogy legalább van egy legális lehetőség arra, hogy picit elkerüljék ezeket a brutális terheket, ez volt a kata. Ezt elvették. És egyébként az a vicc, hogy az a pénz, amit ezzel az államkassza nyer, annak a pénznek a sokszorosát dobták ki, például konkrétan ugyanannyi volt összegszerűen az, amit most a katásoktól elvettek, tehát több százezer dolgozó magyartól elvettek, forintra, fillérre megegyezik azzal, mint amennyi támogatás 2021-ben, tehát tavaly ez a kormány a globális disznófejű nagyuraknak, tehát a nagy multicégeknek odaadott Magyarországon. Ez pont ugyanannyi pénz, amivel most több százezer magyarnak pokollá teszik az életét. Hát persze, hogy ez ellen tüntetni kell, persze, hogy ezt nem fogadhatja el egy Mi Hazánkos. De akkor sem lehetünk annyira bolondok, hogy a Momentummal összefogva együtt tüntessünk azért, hogy ők újra felforgatásra tudják ezt a katasztrofális helyzetet felhasználni, hogy jöjjön meg egy modernkori Kumbéla. Pedig ácsolják a színpadot Jakab Péternek, a másoknak, de hát ettől függetlenül sok reményt azért nem lehet fűzni ahhoz, hogy nem tudom, Jakab Péter mozgalmából lesz valami, vagy hogy a Jobbikból lesz még valami. Így aztán kénytelenek megint a Momentumot bevetni. Ugye az elmúlt években azért volt nagyon súlyos, amit a Jobbik tett, és egyébként ezt Budaházi Gyuri nagyon jól megfogalmazta, amikor nekem azt mondta, hogy azért felfoghatatlanul súlyos a Jobbik bűne. Itt nem csak arról van szó, hogy elárulták 1 millió korábbi választójukat, rengeteg magyart, aki dolgozott azért, hogy a Jobbik ott legyen a parlamentben, és esetleg egy napon még kormányozzon is,
hanem arról van szó, hogy ha a Jobbik nincs, nem volt az az összetartó erő, ami összekovácsolta volna azt a balliberális oldalt. De mivel a Jobbik jelentkezett arra, hogy várjatok, mi hozzuk a vidéki Magyarországot, aztán ugye Jakab Péternek a többiek is ezt mondták, hogy mi hozzuk a vidéki Magyarországot. Mert hogy az a szélső liberális, momentumos féle, DK-s féle gondolat, az nem nagyon tudott vidéken gyökeret ereszteni, soha. Az egy belpesti értelmiség politikai oldala volt. És a Jobbik arra jelentkezett, hogy ő hozza a magyarokat. Hozza a magyar szavazatokat, nem csak a belpestieket, nem csak a lipótvárosiakat, hozza a vidék Magyarországát. Ezért óriási a bűn, amit elkövettek. Tehát mi nem segíthetjük hatalomra ezt az oldalt. Mi nem játszhatjuk el azt, amit a Jobbik csinált. Hát nekünk pont az a lényegünk, azért jöttünk létre, hogy mi szembe vegyünk minden ilyen átveréssel, és mi tényleg a magyarokat akarunk képviselni. Meg persze a civilizációt, amihez tartozunk. Itt hallgatva itt a momentumos neveket, Fekete Győr András, Berg Dániel, és akkor ezek állnak ki a magyar munkavállalók mellett, meggyőződésem, hogy életükben egyetlen egy percet sem töltöttek normális munkával, nemhogy beszéltek volna egy magyar munkavállalóval, tehát ez tényleg vicc vagy felháborító. Éppen ezért szervezett önálló tüntetéssorozatot a Mi Hazánk ország szerte minden megyeszékhelyen. És mielőtt rátérnék a nézői kérdésekre, mert sajnos az időnk az véges, még arról néhány gondolatot mondj, hogy mit tapasztaltál ezeken a vidéki tüntetéseken, miket mondtak főként a magyar emberek, milyen volt a hangulat? Nagy várakozás van. Mindenki látja, hogy egyrészt az, amiről mi korábban beszéltünk, akár néhány évvel ezelőtt, az bekövetkezett. Akkor nem nagyon hittek nekünk még sokan, vagy legalábbis furcsán néztek ránk, amikor arról beszéltünk, hogy energiaválság lesz, élelmiszerválság lesz, hiperinfláció lesz, hogy ilyen irányba fogunk majd haladni, és megéljük majd azt, amit soha korábban nem éltünk meg. És akkor arról beszéltünk, hogy ráadásul a világgazdasági fórum első embere, ő ezt előre elmondta nekünk, tehát nem zsákba macskát árultak. 2020 tavaszán elmondták, hogy olyan idők jönnek, hogy az életünk a régi kerékvágásba már nem fog visszakerülni soha. Én egy dolgot tudok mondani, hogy 2020 januárja, illetve tavasza óta ez történik. Tehát csupa olyan esemény zajlott le, ami korábban az életünkben nem, vagy nem volt jellemző. Ugye jött először egy világjárvány, jött egy olyan koronavírus, amelyről ma már számomra teljesen egyértelmű, és ehhez a megfelelő szakemberekkel jó párszor találkoztam, sőt ugye videóinterjúkat is készítettem, mint Letó a Tamás, a többiek Magyarország legjobb kutatóorvosai, akik elmondták, hogy ez nem természetes vírus. Tehát ez nem egy természetben kialakult, nem tudom, a denevérről pattant át az emberiségre, hanem ez egy mesterséges dolog, és ugye ezzel a világjárvánnyal kezdődött, ezzel a mesterséges világjárvánnyal kezdődött, és utána pedig ma eljutottunk oda, hogy most éppen az ukrajnai háborúra hivatkozva üzemanyaghiány, energiaválság, amelyre őrültebbnél őrültebb válaszokat ad ez a magyar kormány is. Tehát azért úgy szinte látom lelki szemeim előtt a lakótelepek lakóit, ahogy áttérnek a tűzifára. Ugye kitalálta a kormány, hogy vágjuk ki a természetvédelmi területeket, szabadabban vágjuk ki a fákat, mert majd mindenki fával fog fűteni. Most egyrészt persze jól tett az, hogy a kivitelt megtiltjuk, csak a helyzet az, hogy egekbe fog szökni a tüzelőanyagára is. Ehhez nem kell közgazdasági, nem tudom, gurúnak lenni, hogy az ember ezt előre tudja. Másrészt pedig nagyon sokan nem tudnak áttérni egyébként, tehát fizikai korlátai is vannak annak, az ember áttérjen hirtelen a fatüzelésű KH-ra, mondjuk a lakótelepen. És az hosszú távon nem megoldás, az pedig teljesen egyértelmű. Az teljesen egyértelmű, millió ezer problémám van ezzel a gondolattal is. Viszont még mindig nem kaptam választ arra, pedig a kormányt kérdeztem a parlamentben, tehát nem a Homorúdi Művelődési Házból kiabálok a kormánynak, hanem megkérdeztem konkrétan a parlamentben a kormányt. És biztos többen is láttátok, hogy milyen válaszokat adnak. Mellé beszélnek. Soha nem arra a kérdésre válaszolnak, amit fölteszek. Tehát arra a kérdésre mindig nem válaszoltak, hogyha csak a paksi atomerőműre fókuszálunk. A paksi atomerőmű, amely konstans energiát termel, a teljes lakosságot, tehát a magyar lakosságot olcsó energiával, kvázi árammal,
el tudná látni. Miért nem adunk olcsó áramot minden magyarnak? Sokkal könnyebb lenne, akár egy lakótelepi lakásban is, átállni arra, hogy egy olajradiátort bedugok a falba, ha van olcsó áramom, még mindig könnyebb lenne, mint hogy nem tudom, egy fatüzelésű kályát berakni a lakásba. Tehát erre a kérdésre még mindig nem válaszoltuk, hogy ennek mi az oka. De válaszolok én a kormány helyett, hát az az oka, hogy kell a Mercedesnek, kell az Audinak, kellenek a nagy globális cégeknek, mert hogy Magyarországon nyilván nem véletlen, hogy egyébként most ebben az évben is a külföldi befektetések, lásd például a kínai akkumulátorgyár, amelyet most óriási örömmel bejelentett a kormány, azt nem mondta el, készítettük róla a videót korábban, hogy a magyar termőföldet adták oda, levették a termőföldnek a termő rétegét, azt elvitték Hollandiába és más országokba, felszámolták úgy, hogy soha többet az életben, amikor a kínai akkumulátorgyár onnan kivonul, soha többet ott már ne lehessen mezőgazdasági termelést folytatni. Ezt úgy adták oda a kínaiaknak ezt a területet. Mindazonáltal még azért azt is tegyük hozzá, hogy azért egy akkumulátorgyár az aztán nem egy környezetbarát történet. Nagy boldogan bejelentették, csak azt nem mondják el, hogy ezek mögött a befektetések mögött nagyon sokszor pontosan az a megállapodás áll, hogy ők igényt tartanak az olcsó áramra. És ezért nem kapja meg a lakosság az olcsó áramot. Mert tudjuk, hogy egyébként 11,5 forintból kijönne a kapcsolatomerőműből kijövő áram. Erre nem adnak választ, ezt nem mondják el a magyar lakosságnak, hogy miért keresnek rajta, de azért látjuk, hogy Mészáros Lőrinc cége is azóta ugye beszállt az értékesítésbe. Azok a szerencsétlen emberek, például Borsod megyében, Szerencs környékén, akik tőle vehetik majd meg az energiát, ők eleve, hogy átlagosan ilyen, tudom én, 30%-kal többet fognak majd ezért is fizetni. Tehát egy irgalmatlan nagy átverés van, óriási, óriási politikai fordulatra lenne szükség, óriási gazdaságpolitikai változás lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországon ne omoljon össze a teljes rendszer. Tehát a totális összeomlás szélén vagyunk, szeretném jelezni. És hogyha megérkeznek a várva várt és eddig visszatartott uniós források, amely beruházások egy részét a kormány egyébként a választások előtt kampányfogásként előfinanszírozta, tehát ez is az egyik oka annak, hogy ennyire nincsen pénz az országban. Ha megérkeznek az uniós források, előre jelzem, hogy az nem fogja megmenteni Magyarországot, azért nem fogja. A Fidesz igen, tehát a Fidesznek az oligarchái jól fognak vele járni, azért nem fogja, mert az uniós forrásoknak egy része hitelként fog érkezni, tehát megint az adósságállományt fogják majd növelni, amit persze mi, a dolgozó magyarok fogunk majd megfizetni. A másik pedig, hogy megint, mint ahogy eddig jellemző volt az elmúlt 10-15 évben is, haszontalan beruházásokra fogják elkölteni. Előre meghatározta Brüsszel például, hogy miután Németországban most derült ki, hogy a klímapolitika elhibázott volt, a hozzánk érkező uniós források, ami még meg se érkezett, jelentős részénél le van kötve, hogy a zöld energiára való átállásra kell majd fordítanunk. Ami nem fogja megoldani Magyarország energiaellátását. Tehát, hogyha nem lesz egy totális gyökeres gazdaságpolitikai fordulat, akkor Magyarországon nincs jövő. Nagyon szépen köszönjük Torockai Lászlónak az előadott és előremutató gondolatait.